A közfoglalkoztatásnak igenis van jövője, hiszen egy olyan feladatot lát el, amely hidat képez az álláskeresői lét és a nyílt munkaerőpiac között. Lehetőséget kínál arra, hogy munkát és jövedelmet biztosítson mindazoknak, akik önhibájukon kívül elveszítették állásukat, és rövid időn belül nem tudnak visszatérni az elsődleges munkaerőpiacra. Ezekkel a gondolatokkal vette kezdetét a Tamásiban immár hagyományá vált közfoglalkoztatási kiállítás. Szulimán Zsolt, a belügyminisztérium közfoglalkoztatási főosztály vezetője kiemelte, bár a rendszer az elmúlt 10 esztendő alatt átalakult, jelentőségen nem csökkent, hiszen számos család életében még ma is ezt jelenti a mindennapi kenyérre való keresetet. Tamási város térségi vezető szerepében kötelezettsége felkarolni a környező településeket, emelte ki Porga Ferenc polgármester, és ezek az alkalmak, valamint a rendszeres piacnapok adják a lehetőségét a közfoglalkoztatásban megtermelt javak értékesítésének. Megítélése szerint a közmunkaprogramoknak még megvan a realitása. És ahogy itt a kiállításon, itt a közfoglalkoztatási kiállításon, vagy hogy mi nevezzük termékbörze, körbenézünk, akkor láthatjuk azt, hogy ezeken a programokon belül komoly értéket tudnak előállítani a programokban dolgozó közfoglalkoztatottak. Azt hiszem, hogy ez még mindig mintaszerűen tud működni. Ez azonban, mondta Tamási polgármestere, örvendetes, hiszen azt jelzi, a nehéz sorba kerültek, megtalálták helyüket a munkavilágában. Horváth Kálmán kormány megbízott arról beszélt, a térségre 2021-ben 1,1 milliárd forint jutott a közfoglalkoztatás finanszírozására, és ez az összeg várhatóan a jövőben is a rendelkezésre áll majd. De olyan munkákat kell adni az embereknek, amitől ő is belátja, hogy van értelme a munkájának. Itt szeretném azt kihangsúlyozni, hogy olyan emberekről van szó, akik időlegesen kikerültek a munkavilágából, viszonylag hossz időn keresztül saját erőből nem tudtak maguknak úgynevezett pénzkereseti lehetőséget találni, és ilyenkor jön a kormány, jön a kormányhivatal, jönnek a polgármesterek, a polgármesteri hivatal dolgozó, és úgymond hóna alá nyúlnak ezeknek az embereknek, hogy értelmes munkát tudjanak adni, és nyilván segítséget abban saját magukat és a családjukat el tudják tartani. A Tamási közfoglalkoztatási kiállításon és térségi termékbőrzén Tamási és Dombóvár térségének 21 önkormányzata mutatta be termékeit.